azt hiszem mindig is az olyan közegek inspiráltak, vagy vonzottak, ahol nekem alapvetően semmi keresnivalóm nem lenne. És ilyen a golf is. Korábban egyébként mindig nagyüzemi, ipari gyárak érdekeltek, ahol olyan termékek és szolgáltatások kerülnek legyártásra, amik körülveszik az életünket, vagy meghatározzák a vizuális kommunikáció alapjait. És rájöttem, hogy a golf is egy nagyon hasonló, de sokkal absztraktabb módon egy ilyen meghatározó erővel bíró közeg. Az az érdekes, hogy az egész golfpálya egy ilyen teljesen steril közeg, egy ilyen nagyon szintetikus táj, amit a legtehetősebb emberek egy ilyen paradicsomként építenek fel. Van egy nagyon vékony határ az akácos és a szúró növények és a dzsumbuj között és az ő tökéletesre vágott gyepük világa között. És engem ez a határ nagyon-nagyon vonz. Valahogy van benne valami taszító és vonzó egyszerre, és ez az inspiráló erő, ami engem hajt, mint kívülállót, hogy megfejtsem ennek az egész jelenségnek a lényegét. Azt hiszem, hogy az a baj ezzel a gyakorlattal, hogy mindig nagyon magányos vagyok, és ilyen Don Quixote harcot folytatok itt a golfpálya ellen, és most azt találtam ki, hogy összehívom az Untitled Anonym Anti-Golf csapatot, és az ő segítségükkel címezünk egy kiállítást a Greenkeepernek, annak az embernek, aki ennek a művitájnak a fenntartója.